Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen az online konferencián. Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy lehetővé tette, hogy együtt vegyük fel ezt a felvételt. Eredetileg azt terveztük, hogy a Megyeháza dísztermében rendezzük meg ezt a konferenciát, megfelelő körülmények között. Nagyon sajnálom, hogy ez elhalasztásra került immár második alkalommal. Viszont nagyon fontos az a téma, amit választottak a szervezők, hiszen megyénket különösképpen sújtotta a trianoni döntés. Ez már látszik a megye három nevéből, Szabolcs, Szatmár és Bereg, és ennek a csonkaságából, illetve még két további megyerésznek is történelmi örökösei vagyunk. Ungból is vannak településeink, Ugocsából pedig egy pár négyzetkilométernyi szántóföld. Ezt a megyét, a mai trianoni Magyarországnak a szélső részeit különösképpen sújtotta a trianoni döntés gazdasági és kulturális társadalmi értelemben. Azok a települések, amelyek valamikor az ország közepén voltak, hirtelen a határszélesség, a periférián levés állapotába kerültek, ennek az összes traumájával, emberi sortragédiáival és a gazdasági hatásaival egyetemben. Ezért is nagyon fontos megyünk számára, hogy ezt az örökséget, amelyet a történelem ránk mért, lehetőség szerint próbáljuk meghaladni. Különböző határmenti együttműködési programokkal igyekszünk a határon túli magyar nemzeti közösségek integritását, az anyaországhoz, a magyar nemzeti közösséghez való kötődését ápolni, segíteni. Erre számos európai uniós programunk van. Nagyon örülök a témaválasztásnak, hiszen egy olyan témára, egy olyan társadalmi osztályra irányította rá a figyelmet, amely sokáig az elhallgatás, illetve a dezinformáció állapotában volt, mármint a nyilvánosság terén, sőt, hát a nevetség és a gúny tárgyával lett téve a legkülönbözőbb eszközökkel. Holott ez a történelmi osztály nagyon sokat, ezeknek a történelmi osztályoknak nagyon sokat köszönhet a magyar nemzet, és meggyőződésem szerint más lett volna Magyarország elmúlt 100 éve, hogyha a kontinuitás, a folyamatosság megmarad ezzel a társadalmi csoporttal, hiszen a kulturális önazonosság, a legkülönböző kulturális viselkedésmódok, beszédmódok leszivárogtak ettől az osztálytól a középosztályhoz, és tehát egész magyar társadalmat megtermékenyítették, ha lehet így mondani, kulturáltabbá, jobbá tették. Ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk az ő történelmi szerepükről, illetve az, hogy hogyan érte meg ez a társadalmi csoport Trianon. Gratulálok a szervezőknek még egyszer, nagyon sajnálom, hogy csak az online térben találkozhatunk, de biztos vagyok benne, hogy ilyen módon is eredményes konferenciát követhetnek nyomon az érdeklődők, sőt, ez mellékes hozadéka, remélhetőleg sokáig elérhető lesz ez a konferencia, és talán még többen is látják, mint hogyha csak a Megyeháza dísztermében rendeztük volna meg. Köszönöm szépen a figyelmüket!